Sziasztok! Pufi és Nyugli kalandjai folytatódnak. Elindultunk, hogy megnézzük ezt a kisvárost, és tudjátok, hogy mibe botlottunk bele? Már is megmutatjuk. Buli van a Praja falván, gyertek, nézzétek meg velünk! Falunak! Hát ez egy külön feladat most már. Pufi is itt tanult alatt, koptam és lehúzt. Megvan Boxi, megvannak a kutyusok, Laki már itt van a lábamnál. És mehetünk. Úgy látom, hogy hamarosan már kezdődik is a belvárosi rész. És nézzétek, mi van itt előttünk. Úgy látom, itt kezdődik a történelmi belváros, vagy legalábbis az a rész, ami izgalmasabb lesz. Ugyanis ez a város arról híres, bár sok mindent nem tudunk róla újfent, de ez a város a képek alapján ezekről a gyönyörű házairól híres, mint amit most itt láthatunk is előttünk. Figyelitek, milyen vagány? Oda nézzetek, jaj, de jókor jöttünk. Ott meg egy másik kutyus. De zűz! A Halloween-tok kicsit másfajta változatban, de nagyon jól néznek ki. Ilyen cukik. És indulhat a buli, gyirosz, 6,5 euró, hogyha szeretnétek. Van itt kirakoló vásár. Ó, meg lehet enni, inni. Finom a kasz. Itt pedig a kicsiknek játék. Ezt nézzétek, ezt a csúsztát, látjátok? Belőle a kislány, kosárba is csak leengedik, nagyon vagány. Itt vannak a mi kicsikéink is. Nem igazán volt terve, hogy egy banzájba csapódunk bele, de már belecsapódtunk. Úgyhogy egy kicsit zajos ez itt a lakinak Van az a Fiat Duplo, vagy Dupalló, vagy Padulló, vagy nem is tudom mi pontosan a neve. Fiat Duplo, nem. Fiat valami borzasztó csúnya autó. Na, úgy látom, hogy harcba szár más is ezért a címért, vagy csak nekem. Kinek tetszik ez az autó? De most komolyan. Köpke 42 000 euró, meg az apró. Hú, ez itt nagyon hangos. Főleg ezeknek a kiskutyusoknak, nem is tudom, mit csinálnak. De Gufi baj, Gufi, Laki már megunta a sétát. Komolyan! De miért nem hagyják abba ezt az ölgést? Na, szóval, abba is hagyták. Ha mindenkinek, aki eddig nem ismerte, szeretném bemutatni a legújabb családtagunkat, a kis Lakit. És úgy látom, hogy ő már leszerete venni. Á, melege van, biztos. Hát sokat nem fogunk látni a városból. Nem úgy alakul, mint ahogy elképzeltük, ugye? Hát ugyanazok az épületek, csak kicsit szajosabban. Meg el vannak takarva, mert nem. Pedig hogy kitaláltuk, hogy vasárnap jövünk, nem, hogy új, csend lesz, nyugalom. A dodókkal könnyen lehet mozgolódni. Laki is hagyszokja az ilyen túrázós napokat. Szerzünk egy Coca-Colát. Ó, hogy ne, nézd már, látod, mi van ott pont mögötted a táblán, hogy arra van a lakóautós parkoló, csak most le van zárva ez az út, de milyen jó ezt is tudni, nem? Nem, hogy öttem mög. Mutasd a pólód, világgá mentem. Honnan van ez a szép pólód? Ezt rendeltem a Pufi és Gyufi shopból. Nagyon szuperül néz ki, vagány pólód. Igen, van. Igen, ezek a melbimbók nem jártak hozzá, ezeket én neveztettem magam Mangira. Várja, megnézem azt is. Ó, nagyon-nagyon vagány. Közben láthatjuk a táncot is. A jéghideg Coca-Cola, ez most nem a reklám helye, de nagyon meleg van. És Kappelhode, így hívják ezt a kisvárost, ezt mondta ez a kedves lány, aki adta nekem a kólát, de nem akart benne lenni a videóba. És azt mondta, hogy itt ez egy nagyon kis pici falu, és évente egyszer van itt fesztivál, azt is 3 napig tartják, és most van a fesztiválnak az utolsó napja, úgyhogy pont arra érkeztünk meg, és mondom, mit lehet csinálni? Azt mondja, hát enni meg inni, na mondom, remek. Azt tudunk, ugye? Enni meg inni. Ja. Kappelrode. Így hívják ezt a kisvárost. Így kell kiejteni a nevét.
meg táncolok egyet, így táncoltak az előbb ők is így. Körbe-körbe. Mondtam Jufinak, hogy olyan helyre menjünk már el, mert ezek nekem úgy tetszenek ám. És tessék, rábüktünk. Rábüktünk a térképen egy helyre, és ez lett belőle. Beparázott? Aha. Mi van, paragyurka? Halló! Laki meg a bátor, ő semmitől sem fél. Ó, de szép! Az ajtó nyitva van, úgyhogy bemegyek, megnézem. Hát, ha meg lehet nézni a templomot belülről, és igen. Hát, tudjátok, hogy imádjuk a templomokat, olyan gyönyörűek. Nincsenek is sokan, mert mindenki a mulatságon van. Na, megnéztük a templomot, nagyon szép volt belülről is, nem csak kívülről, és olyan jó hűvös volt oda bent itt, meg folyik rólam a víz, olyan meleg van. Most pedig megyünk és megkeressük, hogy merre vannak a kutyusok. És merre van Andris? De jó illat van! Érzitek? Ilyen nagyon édes. Valahol valami jó illatú virág van. Nézzétek már, ez milyen fa szerintetek? Ó, meg is találtam a fiúkat. Itt pihennek. Jaj, Laki nem nagyon szereti a nyakörvét, úgyhogy igyekszik leszedni magáról, még nem szokott hozzá. De gyönyörűek vagytok! Videó második részében oda megyünk fel, amit éppen most tűnt el, a templom, vagy nem is tudom mi az, azért álltam meg egy pillanatra, szerint a templom? Annak kéne lennie, nem? Vagy egy kis vár, vagy mi ez? Hát nem tudom. Na mindegy, mindjárt felmegyünk és megnézzük. Bizony, eléggé magasra visz felfelé ez az út. Elég meredeken, nem tudom mennyire az látszik a videóban. Ó, ott van a templom, tényleg, hát ott voltunk a templom tövébe. Ez előbb. Most meg, fú anyám, hát ez nagyon... Mi ez? De jó, hogy nem én vezetek. Most ide, hogy megyünk tovább? Na most mi történt? Hát ez... De van zárva? Nem. Nincs bezárva csak. Egy kicsit. Ez nem egy 20 fokos emelkedő, mondjuk. Azt szerep sem vízi. Kettesben, amikor kifordultunk, azt mondta Bobszó, hogy hagyjál már hova. Azt mondtad, kettesben egy traktor is felmegy. Ott, amikor már 2000 fordult. Ja. Tisztára olyan, mint amikor a Kohenben igen, volt a igen. Vár, ott is alatta ilyen szőlő, nem? Igen, Kohen is ugyanez volt. Ja, várja, ez a... Ez az, amit mivel néztük, kuncstuk. Ez a... Igen, ez a magán. És itt valaki él, látod? Itt él valaki. Még a mai nap és is. És nem mi vagyunk azok. Lefelé végül erről a magaslatról. Andis kapott egy kis elemózsiát. Azt mondta, ebből így nem lesz videó. De szerintetek lesz belőle videó? És
Zsoltival az volt, hogy Németország, nem szép. Akármerre nézek, gyönyörű, nem? Szerintem a legszép. Lehet, hogy maga az egész ország nem szép, de itt a mi vagyunk, ez most. Nem sikerült felmenni, de én nagyon féltem. Itt szimag, itt liheg. A másik pici, mutatom őt is. A másik pici meg itt pihen lent. És képzeljétek el, leloptak egy ugyanilyen snacket innen előről, Jaki felugrált, leborította, és Goofy meg megette, míg mi odakint drónoztunk. A világ? Ez elég jó, nem sikerült felmenni, mert a kisdodók nagyon léhegnek. Bevallom egyébként, én se kívánkoztam gyalogolni, de egyébként én felmentem volna, csak... Készen van már ez a kis prüntyi. Már a város sem bírta, nem, hogy léhegnek fel. A másik pedig itt van valahol lent, és itt szaladgál. Nem a másik, Goofy. Goofy, a másik kis prüntyi. Itt van lent. Ne aggódjatok, van a prüntyiknek vízük. Hátul tudjátok abba a kis víztartályba, úgyhogy jó helyük van, egy kicsit meleg van, azt elismerjük, de azért most már árnyékban vannak. Elhúzzuk az ablakot is, hogy jó hűvös legyen idebent, tehát a forróságba, jó, hogy kicsit ki. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, ne felejtsetek el feliratkozni a Facebookra, ne felejtsetek el... Igen? Te rossz el akartam mondani, hogy már késő? Szeptember 16 vagy 17-e van vasárnap, és 33 fok van a Google szerint. Nagyon komoly. Nagyon meleg van. Most már csak az van hátra, hogy hazamegyünk, berakom a lazanyét a sütőbe, és az lesz a vacsoránk. Mert lazanyét csináltunk. Ha hiányozna az evős rész. Igen, és ne felejtsétek el, ugye milyen jó színű a Google-on? Nagyon jó színe van, nagyon komoly. Nézzetek fel a webshopunkba is, és hogyha szeretnétek, támogassatok minket, vegyetek egy pólót, egy bögrét, ami éppen megtetszik számotokra, mert nekünk ez nagy segítség. Van telefontok is. De